Nem lehet tartani a jelenlegi járatsűrűséget Pécsen, ha nem rendezik az autóbuszvezetők helyzetét, mondta stábunknak a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter az egyik a cégnél működő szakszervezet helyi vezetőjénél járt. Elvándorolnak a sofőrök, ezt tegnap egy szakszervezeti vezetővel történt egyeztetés során megerősítették, tehát egy 10%-os elvándorlás történt az idei évben, ami azt jelenti, hogy csak egy nagyon feszített, túl foglalkoztatott, tehát túl munkával foglalkoztatott állomány képes a jelenlegi menetrendet vinni és a jelenlegi járatszámot. Ha marad az elvándorlás, akkor jövőre járatok maradnak ki, járatokat törölnek. Béremelésre van szükség a tőkebusznál. Ebben az évben egy 4%-os béremeléssel kínálták meg a sofőröket, ami nevetséges, mondta a képviselő. Nyilván ez is elindított egy hullámot a nyár óta, illetőleg én azt gondolom, hogy teljesen helytelen és rosszul időzített döntés volt, hogy a cégvezetőnek a bérét ugye megkétszerezték nem olyan régen. A szakszervezet elmondása szerint ez egy utolsó lökés volt sok buszvezetőnek, és ezt követően adták be a felmondásokat, illetve jelezték, hogy ők mások kívánják folytatni. A haveroknak, barátoknak van pénz, a dolgozóknak nincs. Ez derül ki a városvezetői döntésekből, mondta a frakcióvezető. Jövőre a helyi buszközlekedést végző sofőrök 1260 forintos órabérét legalább 1600 forintra kell emelni, mert összeomlik a pécsi közösségi közlekedés rendszere, mondta a politikus. Csizmadia Péter a cégnél működő másik szakszervezettel is egyeztetne a buszvezetők béréről, azonban onnan még nem kapott választ. Mint ismert, a Szolidaritásnak és a Független Demokratikus Szakszervezetnek van érdekképviselete a tőkebusznál.